Üdvözlet mindenkinek! Vasút modell gyűjtés ésszel, illetve okosan, vagy mondhatjuk úgy, hogy költséghatékonyan. Miért fontos ez? Korábban már csináltam egy videót arról, hogy én milyen szempontok szerint gyűjtögetem nagyjából itt a különböző vasút modelleket. Ez azért fontos számomra, hiszen nagyot változott a világ a legutóbbi években. Ma már nem az van, hogy egy aktuális évi összes mávos vagy gyesöves megjelenést az ember viszonylag könnyen meg tud magának vásárolni, hiszen nem arról van szó, hogy van egy-két mozdony, meg egy-két vagon, amit az ember éves szinten be tud gyűjteni, és utána gyakorlatilag elfogytak az újdonságok hazai témában, hanem hónapról hónapra jönnek folyamatosan a különböző mozdonyok, személykocsik, teherkocsik, motorkocsik, és tényleg egy iszonyatos nagy dömping van manapság. Ezért is fontos szerintem, hogy az ember egy kicsit így átgondolja azt, hogy mit is, hogy gyűjt, mert nagyon-nagyon hamar, nagyon nagy költségekbe tudja verni magát, hogyha a korábbi metódus szerint áll neki a dolgoknak, és gyakorlatilag mindent, ami megjelent, megpróbál megvásárolni. A korábbi évek során azért én is ügyeltem arra, hogy próbáltam önmérsékletet tartani, mert hát az anyagi források senkinek sem végtelenek, és egyszerűen nem lehet mindent megvenni, ami kijön, ami tetszik, ami jól mutatna. Rengeteg olyan modell van a mai napig, amik föl vannak írva nekem, hogy ha majd egyszer elfogytak azok a prioritásban magasabb prioritást élvező dolgok, amiket meg szeretnék venni, akkor majd lehet, hogy egy olyat is veszek, de hát nagyon sok ilyen jármű van, amik tényleg így a lista végére csúsztak, és így ott maradtak évek óta, aztán majd egyszer lesz, ami lesz. Nem is baj ez, hiszen még korábban gyakorlatilag az volt, hogy bármilyen mávos dolog megjelent az ember, nagyon sokszor egyébként olyat is megvett, én azt vettem észre magamon is, ami korszakban esetleg annyira nem stimmel, vagy nem igazán illik bele a gyűjteménybe, mert hát úgy voltunk vele, szerintem nem csak én, hanem sokan mások is, hogy ki tudja, hogy lesz-e még, ki tudja, hogy mi lesz, mit fognak kiadni, és egy abszolút reális dolog szerintem abban a helyzetben, ami tényleg itt mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, hogy az ember egyszerűen bezsebel mindent, amin kék színű és már felirat van, vagy narancssárga, lényegtelen. Azonban nagyon sokat változott, mint említettem itt a helyzet az utóbbi pár évben, és én egyre inkább azt látom, hogy nagyon könnyen már föl lehet építeni egy gyűjteményt, hogyha megnézzük a boltok kínálatát, azt látjuk, hogy ha bemegyünk egy vasútmodell boltba, és azt mondjuk, hogy oké, negyedik, vagy ötödik, vagy hatodik korszak, akkor indulásnak gyakorlatilag egy egész szép alapjármű gyűjteményt össze tudunk rakni magunknak, és nem az van, mint korábban, hogy az egyik évben jött egy Sergej, utána másfél-két év szünet, utána kiadtak egy Nohabot, utána megint másfél-két-három év szünet, akkor megint kiadtak valami másik mozdonyt, mondjuk egy Eurosprintert, stb. Hanem most tényleg az van, hogy gyakorlatilag ott állnak a boltok polcain a modellek, és aki amilyen korszakot szeretne, an szerint be tud menni, és el tudja kezdeni a gyűjtögetést, ha nulláról kezdünk. Ha már pedig van valami kis alapgyűjteményünk, akkor tényleg tetszés szerint tudunk válogatni azokból a dolgokból, amik jelenleg is elérhetőek. Sokszor hallom azt, hogy hát milyen rossz, mert hogy még mindig ott állnak a boltok polcain a gigantok, a szilik, a akármi, nem fogynak el ezek a dolgok. Nem tudom, nem látok bele a boltoknak a filozófiájába, hogy ők hogy terveznek meg, mint üzemelnek. Modellezői szemből viszont szerintem nem egy rossz dolog az, hogy nem fogy el valami a megjelenése napján vagy másnapján, és nem áll elő olyan helyzet, mint annak idején a 2010-es évek szerintem szinte bármelyik évében, hogy volt valami megjelentés igazándiból, még az is lemaradhatott róla, aki előrendelt, mert annyira nem volt. És utána gyakorlatilag esélytelen volt beszerezni az adott járművet. Például még ugye gondoljunk bele, itt a 34-es giganttal is ez volt a helyzet, hogy gyakorlatilag egy vagy kettő nap alatt elkapkodták a,
a boltokból. Nyilván ott ugye az is bejátszott a történetbe, hogy előtte azért volt egy laza 6 év gigantokban szűk időszak, amikor tényleg nem gyártott az Acme ilyen mozdonyokat. Szóval a lényeg, hogy gyakorlatilag manapság már tényleg az van, hogyha valaki egy valamilyen magyar vasútüzemet szeretne magának modellezni, gyűjteni, akkor viszonylag könnyen ezt meg tudja tenni, rendelkezésre állnak a modellek, nem kell éveket várni arra, hogy valami megjelenjen, hogy valami újra kapható legyen, hanem minden szépen kapható a boltokba. Ez egy olyan dolog, amit szerintem a magyar vasútmodelles történetes videóban is említettem, hogy ugye egy hatalmas nagy változás, és egy abszolút szerintem jó dolog, mert ez az, ahogy szerintem működnie kellene a dolgoknak, legalábbis mondjuk, ha megnézzük Ausztriát vagy Németországot, ott nagyjából így működik a dolog, szóval valaki bemegy a boltba, és azt mondja, hogy hát szeretnék egy aktuális 6. korszakos ÖBB-s vasútüzemet összerakni, és van hozzá minden. Szóval nem az van, hogy éveket kell várni, hogy alapjárműveket az ember meg tudjon venni, hanem igazándiból a pénztárcájának meg az idejének függvényébe szépen össze tudja vásárolgatni hozzá a dolgokat. Ezért is kell szerintem egy picit máshogy hozzáállni az embernek a dolgokhoz. Mint mondtam én korábban, és azért ügyeltem arra, hogy meghatároztam magamnak bizonyos feltételeket, tehát elsősorban 5. korszak, másodszorban 6. korszak, abból is inkább a startos verzió, mindez a nagyon keszekusza, MÁV trakciós, UIC számos MÁV trakciós és egyéb átmeneti része a dolgoknak, és ennyi. És valaki kérdezte egyszer, emlékszem, hogy ilyen magánvasúti gépeket miért nem kezdek el gyűjteni, és mondtam neki, hogy egy darab Herkulesen van, egy Metrans Herkules, ezt is ajándékba kaptam. Nagyon szépek, nagyon tetszenek, rengeteg magánvasúti gépet látok, és tényleg nagyon jó lenne, hogyha nagyon sokat itt az asztalomon is napi szinten, nem csak kölcsönben, nem csak egy vendégmodellként így itt tudnék, de annyi van belőlük, hogyha az ember nem mondja azt, hogy oké, állj, akkor iszonyatosan nincs vége ezeknek a dolgoknak. Nagyon sokat össze lehet gyűjteni belőlük, és irgalmatlan mennyiségű pénzt rá lehet költeni. Arról nem is beszélve, hogyha nem csak a mozdonyokat gyűjtjük, hanem szeretnénk mögé szerelvényeket, ugye főleg a magánvasutas, tehervonatos témakörbe, nem mindegy, hogy mi mit húzhat, mi mit húzott, milyen mozdony mögé, milyen másik kocsit rakhatunk. Szóval egy eléggé olyan dolog, hogy ha szeretnénk szépen művelni, akkor sok szerelvény is fog kelleni a sok magánvasúti mozdony mögé. Szóval én húztam egy ilyen határt is, de elsősorban a MÁV, Gyesev és ugye a különböző hozzánk bejáró külföldi vasúttársaságok, állami vasúttársaságok gépei azok, amiket gyűjtök, illetve ugye a nemzetközi személyvonatok. Ez nagyjából viszonylag jó behatárolja azt, hogy mi az, ami a számomra így érdekes, hosszú távon. Viszonylag kontrollálhatóak a dolgok, szóval az ember nem fut ki a költségvetésből. Én évelején egyébként mindig, amikor megjelenek az újdonságok, szépen fölírogatom, hogy nagyjából mi az, amit érdemes lenne beszerezni, mi az, ami ilyen opcionális, tehát hogy ha jut rá, jut, ha nem, akkor nem, és mi az, ami tényleg az abszolút ilyen jó lenne, ha volna kategória, ilyen kívánságlista, ami így mindennek a végén található. Így egyébként én azt tapasztaltam, hogy elég jól előre lehet kalkulálni, ugye sok gyártó megadja előre a megjelenés hónapját is, és akkor szépen be lehet irogatni, hogy melyik hónapra milyen költségű kiadásokat várhat az ember. Ami egyébként, és itt visszatérek arra a dologra, hogy miért jó, hogyha a modellboltokban nem fogy el valami rögtön a megjelenés napján, ami egyébként jó ebben, hogy van készlet mindenhol, hogy ha valami esetleg mégsem sikerül arra a hónapra, tehát nincs meg az embernek az anyagi háttere ahhoz, hogy most puff, megjött ez, és akkor rögtön meg tudjam venni, szerencsére később is megvehető. Így jártam ugye a 152-es gigantommal is, hogy nem vettem meg a megjelenés napján, ott volt, föl volt írva nekem, és igazándiból, amikor lett rá így pénz, akkor ő is beszerződött,
és volt a boltban. Szóval nem az történt, hogy elvitték, és akkor utána ilyen nepperek után lehet futni dupla áron, beszerezni a dolgokat. Ez szerintem egy a hobbi szempontjából egy abszolút pozitív dolog, hogy egy olyan elérhető közelbe kerültek a dolgok, tervezhetőek lettek, ami korábban egyébként szerintem sokunknak így nem volt. Bennem is még mindig bennem van az, hogy ha valami kijön és hú, az nagyon kell, akkor rögtön nyomom az előrendelés gombot, hogy biztosan legyen, de szerencsére egyébként én azt látom, hogy eléggé jól belövik most már a gyártók így a darabszámokat, mindig marad, tehát aki nem rendelt elő, annak is jutni fog a legtöbb dologból a készlet. Én azt vettem észre előbb-utóbb, hogy így kilövögették a gyártók a különböző járműveket, hogy szépen föltöltődött először ugye az alapjárműveknek az állománya, aztán pedig az ilyen extra dolgok, mint például most ugye az MDA, illetve egyéb más járművekből is kerültek kiadásra dolgok, tényleg nagyon nagy lett a választék, és aki akar, az tényleg most már tudja azt csinálni, hogy az ő általa elképzelt korszakba összetudja szedni azokat a dolgokat, amik megjelentek, ha nem is azonnal, el lehet nyújtani a beszerzéseket, akár fél év, egy év alatt is, hiszen a boltokban a jó eséllyel lesz mindenből, nem kapkodják el őket, és egy picit jobban tervezhetőek ezek a dolgok. Valljuk be őszintén, hogy nagyon sokszor egyébként itt a régebbi időszakokban, egy 2020 előtt, hát nagyon sokszor úgy volt az ember vele, hogy kijött valami, és hogyha nem volt ott a zsebébe a modellnek az ára, vagy nem volt úgy betervezve a beszerzése, akkor bizony nagyon sokszor ugye hoppon maradt, hiszen lemaradt róla, később pedig ugye már nagyon sok esetben nem nagyon lehetett beszerezni a dolgokat. Szó, ami szó, én továbbra is egyébként ezt a korábban általam egész jól behatárolt 5. és 6. korszakos vonalat próbálom erősíteni. Nem tudom egyébként, hogy mennyi minden fog még a jövőben kijönni, biztos, hogy lesznek újdonságok, de szerencsére egy elég jó kis alapgyűjteményt sikerült eddig így összerakosgatnom, és sok esetben, ugye most itt az elmúlt években azért például a 4. korszakos dolgaimat teljesen leépítettem, mert igazándiból teljesen fölöslegesek voltak számomra, inkább az 5.-6. korszakos cuccokra fókuszáltam, és itt is most már én azt látom, hogy meg tudom azt csinálni például az IC kocsiknál, amikor volt ugye ebből az Acme Rába kocsi szedből, kettőt vettem annak idején, hogy ugye ki tudjak rakni egy első osztály, meg két másodosztályból álló szerelvényt, de itt is például ugye kijött új szett, és fel tudtam számolni például a pályaszám duplikációkat, ugyanígy másik kocsikból is, ahol volt olyan, hogy ugyanabból a pályaszámból kettő volt, ott is el tudtam adni egyet, tudtam helyette venni másikat, tényleg eljutottunk erre a pontra, hogy egész jól ki tudja az ember magának alakítani a dolgokat. Amire igen, szerintem figyelni kell, az tényleg az, hogy ha tudjuk, akkor tervezzük előre. Nekem egyébként nagyon nagy segítség szokott lenni az, hogy évelején tényleg fölírom nagyjából hónapra, mi mikor fog megjelenni, és bizony egy sorrendet felállítok, hogy mi az, amit mindenképpen szeretnék, és mi az, ami egyéb opcionális dolog. Nyilván lesz olyan, ami az opcionálisba kerül, és de jó lenne ebből a sárga lamóból is egyet, mert milyen jól néz ki. Meg egyébként a csélékargósból is jó lenne egy, meg Vectronból is van nagyon sok ilyen szép festésű, de igazándiból, ha van helyette olyan, amit az ember így jobban szeret, korszakban jobban passzol, akkor én azt mondom, hogy abszolút egy jó ilyen deal tud lenni, hogyha inkább arra koncentrál, ami elsődleges, és az ilyen jó, hogyha van dolgokat, pedig kicsit félreteszi, ha esetleg jön valami bónusz, vagy ránk szakad a Nemzeti Bank, vagy tényleg így marad annyi, akár évvégén, vagy bármikor, akkor meg lehet ezeket is venni, és akkor ugye azokkal is ki lehet egészíteni a gyűjteményt. De tényleg azt látom, hogy az, ami korábban volt, hogy az ember egy évben simán meg tudta venni az összes mávos dolgot, ami megjelent,
És igen, sokszor ugye volt benne olyan, hogy korszakban nem mindig passzoltak ezek a dolgok, tehát vett az ember egy, mit tudom, negyedik korszakos Szergelyt, meg hozzá voltak hatodik korszakos kocsik, mert nem volt más. Most azért én azt látom, hogy azért egyre inkább a gyártók is így korszak specifikusan adják ki a dolgokat, tehát hogyha jön ki egy Rocco Szergely, ahhoz ugye ez a 127-es Szergely, ugye hozzá a hozzávaló korszakos kocsik jöttek ki, tehát egy komplett retro szerelvény, puff, itt van, kiadták, meg lehet venni, stimmel mindennel. Sokkal jobban diverzifikált, én azt látom itt már a hazai piac is, ami egyrésztről előny, másrésztről pedig egy más szemléletmódot igényel, hiszen ugye szerintem az embernek föl kell adnia azt, hogy na akkor az összes cuccot, ami mávos és rá van írva, hogy máv, azt idén megveszem. Ez már nem működik, egyre inkább nem működik, én azt látom. Persze nyilván vannak olyan modellezők, akik megtehetik, megengedhetik maguknak, de szerintem a legtöbbünk az valamilyen kis módszer, valamilyen kis elvek alapján megpróbálja magának leválogatni azokat a dolgokat, amik nagyon-nagyon kellenek, amik számukra fontosak bármiért, és úgy fölépíteni a gyűjteményt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, kíváncsi vagyok itt a kommentekben, hogy ti hogy álltok ehhez a dologhoz, és hogy ti hogy alakítjátok ki az ilyen gyűjtési szokásaitokat, nyugodtan írjátok meg. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!